Úgyhogy ami erre a napra tervező volt általam, ez a csoport. Funkcionális számozással foglalkozunk, és egyéb intelligens hálózati szolgáltatásokkal. Kicsit a LDA-ról, a helyfüggő címzésről is ejtenék pár szót, csoport és körözvényhívás, konferenciahívás. És ez a hívásfogadási csoport eddig nem nagyon került nálam szóba. Ez is egy érdekes tulajdonság, amit esetleg használható lenne így a MÁV perkein belül. És pár szó az SMS küldésről is van egy rejtett tétel, aki csak azoknak, akik itt maradnak a végére. Úgyhogy szerintem haladjunk. Ez egy régi dia, és már javítottam is rajta. Ugye arról szól, hogy különböző résztvevők, felhasználók használják a GSM-R hálózatot, és abban régen igazán volt, hogy mindenkinek van egy MSISDN hívószáma. Ez igazából ez a hívószám elsődleges célja, hogy külső hálózatokból, mondjuk egy PLM-en, PSTN publikus hálózatból is elérhető legyen a GSM-R hálózat tagja, részvevője, hiszen mi a Telekomon keresztül elérjük a PLM-en, PSTN publikus szolgáltatókat, és olyan számokat kell, számtartományt kell, ugye A-számként, vagy ők feléjük ugye A-számként küldeni, vagy ők visszahívnak, akkor P-számként szerepel náluk, amit ugye publikus világból hívható, de nem a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál megvásárolt és hirdetett számként szerepel. Tehát ez a plusz 38-as tartomány egy része van nálunk, más szolgáltatók is vásároltak, rendelkeznek ebből a 38-as hálózatkódú tartományból, illetve ami nálunk van, egy része már ugye megvan véve, a másik le van foglalva, úgyhogy még van mit esetleg intézni téren. De az a lényeg, hogy ugye minden GSM-R felhasználók van egy MSISDN hívószám. Az érvényes a mobil felhasználókra, és érvényes a Frequentis Fixed Terminal System, tehát a diszpécsi rendszer készülékeire is. Fogok olyasmiket mondani, hogy FTS, mert nekem ez közelebb, ez a fix, amit ugye az előbb említettem, ez azon fix terminálokra vonatkozik, amit ugye a Frequentis mint cég szállított, és ezeken keresztül S10, P15-ös és S20-as terminákon keresztül ugye a menetirányítók és nagyobb szolgálati helyek kommunikálnak a további partnerek felé. Tehát akik is van egy MSISDN hívószámuk, ők is hívhatók, vagy ők ugye hívnak a külvilág számára, akkor ezt a számot küldik el magukról. Illetve ami GSM-R belső világ, az ugye inkább ez a zöld tartomány, mindenkinek van egy funkcionális száma, hát itt FN számként fogok majd a mai nap folyamán utalni rá. És mint látható egy ajánlás az enyém SRS 16.0.0, ha valaki erre rákeres, ez az aktuális szám, de mindig szokott változni. A 9. fejezetet ajánlanám áttekintés, ez egy angol nyelvű kiadvány, de a táblázatok elég szemléletesek, ha esetleg valaki angolul nem tud. Tehát el lehet vele boldogulni. Ez pedig ugye a funkcionális hívószám egyfajta szerepkör leírás, csak ugye számokkal. Ugye azt megszoktuk a normál telefonkönyveinknél, a saját mobilunk, publikus mobilnál, hogy ott is vannak hívószámaink, MSISDN hívószám, L164-es formátumban, és mellette van egy címke, apa, anya, és egyéb nevek, könnyen megjelenthető nevek, és igazából ezeket a neveket szeretjük kiválasztani. Igazából a funkcionális számozás is egyfajta ilyen analógia a GSM-R világba, csak a funkcionális számok szerepkörökre utalnak. Például egy 2, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1-es hívószám, egy olyan vonatra utal, ami 1, 2, 3, 4, 5 vonatszám alatt közlekedik, és a funkciós az 0, egy a vonat vezetőjét, tehát a hangszínű mozdonyrádiót vele. Kettes meg az elején megadja, hogy mely hívás típust használjuk. Tehát ilyenekre kell gondolni. És diszpécser hívás esetén még használhatunk helyfüggő címzést, rövid shortcode vagy rövid hívókód magyarul. Ez is tartalmazza ez az ajánlás. Ez négyjegyű kód, egy kicsit megkönnyíti a mobil felhasználók életét, erről lesz még szó. Megyünk is tovább. Sikerült. Itt ezen a dián a felső részen kicsit összeszedtem, hogy milyen GSM-R szereplők szerepelnek, és milyen funkcionális számok várhatók majd. Ugye a fix terminálrendszer FTS szereplők ilyen Dicora terminál mellett ülnek, ők is MSISDN hívószámmal rendelkeznek, mint mindenki. És itt van egy CT7-es funkcionális szám, ugye 7-essel kezdődik, 5 digit, ami területkód lenne, és egy funkcionális kód, vannak táblázatok majd később, hogy mely nemzetközi és nemzetit használjuk. Tehát ők ezt birtokolják. Van egy ilyen kicsit kapuk tojás, az a DexFox fix rádiós diszpécseri készülék. Ezt igazából nagyon-nagyon le akarom egyszerűsíteni, egy mobil kézi készülék házba bújtatva. Itt van az antennája, hattyúnyak mikrofon, és igazából a menürendszere egy ilyen Funkwerk kézi rádiónak felel meg. Terveztük régen, hogy CT7-es funkcionális kódot kapjon, aztán mostanában a kollégám enélkül írja a SIM-kártyákat, tehát valószínűleg MSISDN alapon lesznek ők elérhetőek. Ugye ez a kézi készülék, a Funkwerk OPH, még tesztelés alatt van, de Szagyenből is van egy. Ugyanúgy néz ki, mint 550R, ez 350R-es. Hát ugye MSISDN hívószám van. CT2-t azért írtam, mert igazából vagy teszt személyzetnek írjuk, vagy osztjuk ki ezeket a készülékeket. Ők azok ugye, akik robosztus kivitelőek, környezetállóak, de tolatni nem tudnak, tehát tolatási menü nincs benne. És várhat volna esetleg, ha CT2-es funkciót számot használnak, például ha egy vonaton utazik egy biztonsági személyzet egyik tagja, akkor várhatóan egy CT2-es funkcionális számmal tud regisztrálni a közlekedő vonatja számára. Tehát valahogy úgy fog kinézni, kettes vonatszám, GSM-R vonatszám, és a funkcionális kód azt hiszem 30-as lesz. És az irányító, aki a vonalszakaszt felügyeli, akkor látja, hogy közlekedik egy mozdony, ahol a funkcionális kód 01-es lesz, és egy biztonsági személyzet egy tagja, ugyanazon a vonatszámon. Tehát az már első rálátásra látszik a képernyőrén, hogy ugye azon a szerelvényen minimum két ilyen készüléke van, két személlyel, és ha mondjuk egy GPH-n, egy ilyen 160R-es kis Szagem telefonon, egy 10-es kóddal, egy kalauz, egy kezelő is regisztrál, akkor már három készüléket lát egy vonatszám alatt. Tehát valahogy itt kell elképzelni, de vasúti területek mentén, vagy ágyegyállomás területén is biztonsági szolgálat is kaphat ilyen 350R-es készüléket. Aztán most a Ferencvárosi, vagy a hídakat felügyelő biztonsági őrség kapott ilyet 350R-rel. Ők is használnak csoporthívást, és meg vannak elégedve most a készülékkel. illetve tehát, utazó személyzet és állomási személyzet használhat ilyen 350R rosszusabb kivitelt. A GPA 160R az egy ilyen kis maroknyi telefon, az hordozhatóbb, zsebre tehetőbb, tehát az inkább utazó személyzet elérhetőségére szolgálhat, funkcionális számzást ugye kezeli, tehát is bekapcsolódhat ebbe a rendszerbe. És kékkel jelöltem ugye azt a utazó személyzet területet, és itt látszik átverésben a KEB rádió, a mozi rádió egy zöld területtel, ugye, amikor tolatási módba kapcsoljuk a hangszíró mozi rádiót, akkor ugye egy tolatói csoportba is működhet, akkor ugye egy CT6-os funkcionális számot kaphat, ami egyrészt leírja, hogy ugye 5 digiten, hogy mely területen használja. Ferencvárosnak is van egy más azonosító száma. Itt a Mettibe is egy egycellás területen van, annak is egy más területkódon van. 5-ös a tolató, itt jelöli Y, az egy futó digit 0-tól 9-ig, adja meg a tolatási funkciót. 0 a tolatásvezető, jól emlékszem, talán a 4-es a mozdonyvezető, és a többi, és az a ZZ-nek jelöltem most a toltócsoportot adja meg olyan formán, hogy amikor átkapcsolom akár ezt az OPS kézi rádiót, akár a mozdony rádiót tolatási módba, akkor ugye a készülő aktiválja az 500-as csoport azonosítót a SIM-en, és olyan csoportba, hát végülis olyan csoporthívás fogadására válik képes a készülék, ami ugye egy 500-as csoporthívás, általános tolató csoportnak nevezzük, ahol minden tag egyenjogú, tehát nincsenek kitüntetett szerepek, nincsen tolatásvezető, mindenki egyformán benne van, ha nincs a csoporthívás. Ha ugye Ferencvárosban gondolunk, akkor ott talán 3 vagy több tolatói csoport is van egy területen. Ott muszáj különböző csoportokban dolgozni, ott tovább lépve választhatunk 1-es, 2-es, egészen 29-ig, de általában nem megyünk egy pályaudvaron eddig. Tehát 3-4 toltói csoport elégedettek voltunk a terben, és igazából nem is nagyon definiáltunk többet. Tehát a készülékek csoportot választva egy területen külön-külön dolgozhatnak különböző sorszámú tolatói csoporttal, és a tolatói csoporton, ezek már dedikált tolatói csoportok, azokon belül egy funkciót is kell választani, tehát én a mozdony vezető 1, tag 1 esetleg, vagy tolatásvezető, abból is van több, és akkor viszont, mikor ezt a szép menüsort kitöltögetem, erre a CT6-os számra regisztrálok. Tehát onnantól fogva, amellett, hogy én egy dedikált csoportnak a tagja vagyok, egy pont-pontan hívható félre is válok, ilyen szám alapján egy 6-os, tolatói körzet, 5-ös. Szépen kezelik a Dicora terminálok, tehát ott könnyebb erről beszélni, hiszen menüben egy-két gombnyomással ezek felkínálódnak, úgymond, kiválasztásra kerülhetnek, és nem kell ezekkel a számsorokkal bajlódni, mobil oldalról rosszabb esetleg, tehát ott lehet mobil oldalról inkább a csoporthívásba fogják elmondani, mint hogy pont-pontba felhívják egymást, de ez egy lehetőség, inkább úgy mondom, az állomási munkahelyről a toltói csoportba szólni, úgyhogy egy tagot címzek meg, és nem a csoporthívásba beszélek, hanem egy külön egy pont-pont kapcsolattal. És ha már kicsit a távközlési oldalt is megnézzük, igazából látható egy CT2-es regisztráció. A T25 alapján, a belső utasításunk alapján már tudjuk, hogy ezt a mozdonyvezetőnek ugye egy CT2-es vonatszám alapú regisztrációt kell ugye végrehajtani, mielőtt a megkapott vonatszámmal elindul a pályán. Ez a rendszerszámra egy dinamikus tér. Igazából nem definiálunk számokat, van egy szabályrendszer, hogy hány digetet fogadunk el GSM-R vonatazonosítóként 5 plusz 2-t, és milyen funkciókra lehet. Itt ugye a funkcionális számot a mozdonyvezető küldi el, és az MSISDN-jét is mellé csatolja. A CT6-os tolatási lista a rendszer szempontjából már kicsit kötöttebb, minden területen kellett definiálni egy ilyen 10-es funkcionális számot, számcsoportot. Amellé ugye várjuk a felhasználókat, a felhasználók regisztrációját, és ott ugye azt látom a üzemeltetői szempontból az SCP-ben, például aki ezeket kezeli, hogy van egy funkcionális számcsoportom, és vagy van rá bejelentkezett MSISD hívószámú előfizető, vagy nincsen. Tehát a definíció nagyjából addig tart, hogy én létrehoztam egy funkcionális számcsoportot területenként, csoportonként, 10-et, amire felhasználókat várok regisztráció szempontjából. És van, ami ugye teljesen kötött, az üzemeltető fog egy ilyen forgalmi irányítói központi munkáját létrehozni, aminek ugye egy 7-es hívószámot is kell adnom. Ezeket hálózat oldalról, tehát most a mobil hálózat oldalról nem lehet felülbírálni, az SCP eldobja ezeket a regisztrációkat. Azt hiszem a defaultban van olyan menü, ami esetleg a 7-est megengedi, tehát regisztráltam, kitölthetem, de el fogja maga a hálózat jelen dobni ezeket a próbálkozásokat, hiszen ezek fix osztályok, tehát ezeket úgymond csak a üzemeltető tudja megfelelő elemről menedzselni. Ilyen a CT3-as funkcionális szám, az ugye a pályaszámot adja meg, ez egy 3-as és ugye pályaszám részlet és egy funkciókód, vagy CT4-es, ami egy kocsit címezne meg. Ezt igazából Magyarországon nem nagyon tervezett használni, kezeljük benne a rendszerbe, de például a Dicora terminálok vonatlistájában ez el fog tűnni. Igazából jövőt talán ilyen modemeknél látok, akik esetleg egy-egy kocsin utaznak, kocsiszám alapján SIM-kártyára rájuk szépen a azonosítót, kocsi azonosítót és a funkcionális számok, esetleg olyan lesz, hogy 4-es, a kocsiszám egy részlete, és utána egy funkciókód, nem is tudom, hogy megnézzük, mi a vége. És ugye itt vannak a diszpécsereknek a CT-es számai, még szintén egy fix tétel. Ez is ismert, már sokszor bemutattam sok helyen, hogy egyáltalán hogy néz ki a regisztráció a CT2-es vonatszámra. Annyi a járműveknél, hogy az az érdekesség, hogy a CT1-os járműazonosító alapján történő regisztráció nem is úgymond felhasználói regisztráció. Amikor SIM-kártyát írunk egy-egy járműhöz, megkérdezzük, hogy melyik pályaszámú jármű fogadja be majd a SIM-kártyát, és a 3-as kód, és tudom, van-e olyan diám, talán nincsen, megadja a járműtípust és a sorozatszámot, és az a kártya csak abba az egy rádióba illő betedni, ami ugye abba a szerelvényben vonat mozdony fedélzetre kerül, és igazából onnantól fogva a rendszerben, ahogy megíródik a SIM-kártya, bekül a SCP-be, rajta van a SIM-kártyán is, és amikor bekapcsolódik a mozdonyrádió, és még nem csinál semmit a mozdonyvezető igazából, csak GSM-R üzemmódba kapcsol, bejelentkezik a SIM-kártya a hálózatra, annantól fogva országosan elérhető CT3-as kód alapján. Tehát nem kell nekem a vonatlistán látnom, akár aztán kipróbáltuk már PSTN, PLVX vasútüzemiről, szerintem is hívtam már a 95-ös breaking kóddal CT3-ast. Tehát ezek a regisztrációk nem vonatlistához kötődnek, nem kell ott a mikroterminálon látnom, esetleg egy mozdonyokért felelős irányító is felhívhatja, amennyiben tudja, hogy be van kapcsolva. Tehát felhívhatja akkor is, ha nincs bekapcsolva a készülékre, akkor a hívást eldobja a rendszer, hiszen akkor ugye senki nem válaszol a pagingre, a keresésre. És ugye ez a CT2-es meg akkor történik, amikor vonatszámra regisztrál valaki, és tudja ezt a 5 számjegyet. Ha itt elírtam már 6 lett, de mindegy 5 számjegy. És 01-es az vezetői kódot bírja, ezt meg a mozdonyrádió. De lehet itt vezetőjegy vizsgáló, tehát egész utazó személyzet sereg egy vonaton. Teljesen látó személyzet, vasútbiztonsági személyzet. Tehát ahhoz képest, hogy mi mennyit használunk az ajánlás, szabvány, meg amit a magyar rendszerben látok, gyakorlatilag sokkal többet ad sokkal több a szolgáltatási paletta, amit még úgy igénybe vett a felhasználó. Vonatszám ugye egy kicsit bonyolult volt a GSM-R1-es projektben, mert ugye ott azt a VPE Kft. Osztja ki egy évre előre, és nálunk ugye a GSM-R-ben ez egyedi. Egy hívószámom van, és azt egy felhasználó birtokolja, ezt szeretné a GSM-R. Nemzetközi szélen és ugye, hazai téren is milyen országban. Ugye ezt mi felrúgjuk, hiszen a vonatszámok ismétlődnek a rendszereinkben, és volt már olyan, van is pár ugye sok olyan forgalmi célú informatikai rendszer, ahol nem elég volt a vonatszámot kezelni, azt is kellett, hogyha több vonatszám alatt egy nap, egy pillantában két vagy több szerelvény fut egyszerre, az ugye általában ilyen napszám, közlekedés napja szerinti azonosítóval bővítették ki. Tehát a T25-ben, ha valaki megnézi, akkor a GSM-R vonat azonosító maga a vonatszám az 5 számjegyével, és ha ütközés van, azt értem, hogyha próbál erre regisztrálni a vezető, és ugye ezt már valaki használja, azt visszadobja a rendszer, akkor a közlekedés napjával kell kiegészíteni utána írom, és úgy jön a funkcionális kód, ezt a funkcionális számot, és illetve akkor már ugye nem lesz ütközés, általában maximum 2 szokott lenni, vagy erre is van egy szabályrendszer, hogyha épp nem tud regisztrálni. Úgyhogy ez volt a története. És dobom ezt a diát. Ez csak azért, hogy benne legyen a videóban. Ezeket definiáltuk, ugye pont-pont hívás esetén még egy hívás szűrési mátrixon is végigmegy a pont-pont hívás miatt kapcsolásra kerül az MSC-ben. Ugye ezt mátrixot az SCP is kezel, az intelligens hálózat ellenünk. Hát ő ismeri ezeket a kódokat, ezekre lehet regisztrálni, és ugye azt is vizsgálja, hogy melyik ilyen funkciószámú regisztrált felhasználó mely másik funkciószámot vagy MSISDN hívószámot hívhat. Tehát visszagorok egy picit. Itt látszik, hogy egy közlekedő vonatnak mennyi résztvevője regisztrált vonatszáma, vasútbiztonsági, jegyvizsgáló személyzet, mozdonyvezetők, amikor egy ilyen több akinek kapcsolathívásokat. És, tehát itt nagyon sok rész regisztrált a CT2-es vonatszámmal. Nem lehet készenlétes. Sziasztok! Esetleg a mikrofonját el tudja némítani, aki még mellettem beszél. Nem tudom, kinek van. Azt hiszem, most meg volt. És látszik, hogy egy bekapcsolt C3-as számmal, funkciószámmal bíró kártya, ahol még nem vett fel vonatszámot a mozdonyvezető, egy kicsit szűkített funkciós számkódú tartomány regisztrálhat, ugye a felhasználó, csak ott nincs értelme. Tehát a jegyvizsgáló vasútbiztonsági személyzet inkább a közlekedő vonathoz, vonatszám alapján azonosítható vonathoz kötődik, mint egy sima CT3-as tétel. Itt van CT4-es, ez főképp látszik, hogy adatkommunikáció, adatbusz, hát járművezető, inkább ilyen modemszerű dolog, és van egy ilyen CT-os bonyolult szám, amit a diszpécseri terminál menüben azért könnyebben elérhető, kitölthető. Ez a vég egyébként. Tehát a 6-os, 5 szám a területre, és akkor 5-ös a tolatási csoportot jelölő. Itt van 0-tól 9-ig a funkció, tehát a 0-ás a tolatásvezető 1-es, az a vezető 1-es, az a 4-es, és a 0-1-es csoportot látjuk. Tehát ez a, így jön a 10-es. És akkor még ugyanazt leírtam, amit elmondtam. És ugye itt is pár szó van, aki majd később megnézi. Itt láthatja. Tehát, és itt látszik a konfiguráció, hogy egy területen belül 0-1-es csoportban nekem itt van a funkcionális szám 10-esem, az összes funkcióval, és látszik, hogy a DN-t vagy MSISDN-t nem adom meg, hiszen arra fognak a mobil felhasználók regisztrálni. Ez nem az én feladatom, mint üzemeltető. Itt látszik az RPM szó, a Relay Provisioning Management, ez az üzemeltetői felület, ahol a szolgáltatásokat úgymond konfigurálhatom, de itt vannak a cellák felvéve, majdnem minden konfiguráció itt történik. És ez a nód, az OSS rendszer elemként, ez egy szerver, elküldi a SCP-be, a HLR-be a jogokat, és kommunikál, meg a csoporthívást is berendez az MSZ-n belül. Tehát nem kell nekem útjablakon keresztül szépen táblázatokat kitöltenem, hanem egy ilyen menüben navigálva szépen a hálózati elemekben ő elintézi megfelelő táblákat módosítva, a bejegyzéseket módosítva, a szolgáltatás módosításokat. Most nincs idő szerintem rá, hogy benézzünk. Volt olyan ötletem, hogy benézzünk egy ilyen menübe, de szerintem majd egyszer. A CT8-esnél itt ez is már elég gyakran előkerült ez a dia. Megpróbáltuk az 5 digit helyére, ami területkóda ajánlás szerint berakni a régi PLBX mellékszámat, a nullát levágva, és itt látszik a funkciókód, ami beszédes, ha az ember megszokja, a vonal irányítót jelent a 01-es szám, vég, és mondjuk egy 50-es az ilyen műszaki diszpécser, tab, erős állam, stb. 99-es a rendkívül helyzetek irányítója. 02-esből talán a legtöbb van forgalmi szolgálattevők. Tehát valahogy így, ez meg ugye a Dicora, amit vagy a Dexbox, amiről már beszéltem. Ugye annyi, hogy csoporthívásban is úgy van konfigurálva, mint egy mobil előfizető, tehát group ID-kat kell, csoportazonosítókat a SIM-kártyára írni. Hát szerintem majd később elmondom, amit akartam, és T25-ből egy részlet, itt is kicsit szerepeljen, itt vannak a hívási célok, és úgy látom, hogy igazából az első néhány sor az egyrészt számozást jelenti. Tehát itt van a MSISDN E164-es formátum, ami ugye megszokott a publikus világban, itt is hívhatóak a publikus mellékek, néhány felhasználónak, és ugye ez a nemzeti számozási rend nagyjából a 2-es, 3-as, 7-es, hogy én a call type alapján simán így beírom, hogy mondjuk egy példát, 7-es, és akkor a magyar diszpécser hívása. De mondjuk egy másik külföldi GSM-R hálózatnak a diszpécserét szeretném hívni, de akár itt van például egy szlovák mozdonyvezetőt, akkor már egy 900-as breakout kóddal kell kezdenem. Ez is így a diszpécser terminálokon egy-egy ilyen gombnyomás, hogy legördülő menüből választhatom ki az országot, stb. És van itt mögötte egy IC kód, ami régen Review Access kód volt, tehát RAC-nak rövidítették, most csak egy IC kódnak nevezik, nemzetközi ország kijelölő kód, ahol megadom az országot, miénk az a 036, az osztrák kollégáknak, az ő osztrák hálózatoknak a 043 a kijelölő kódja, és mögötte adom meg azt a felhasználót, amit ugye elrövidítve itt belül tudnám hívni, tehát ha egy osztrák irányítót szeretnék hívni, akkor 900 043, és akkor jöhet a CT8-es kódja, ha ismerem. Ha meg ugye a dispatcher terminál előtt ülök, akkor nekem egy gombra rá van programozni, és akkor csak annyi, de valójában ezt hosszú számot fogja elküldeni. Tehát a dispatcher terminál körött szebb a GSM-R világ, és pár, ugye én ezeket a hívás formátumokat kiegészítettem avval, ugye egy anyagba készültek ezek a diák, hogy a dispatcher terminál milyen úton, módon érheti el a menükön keresztül ezeket a számokat, hogyan tud tártyázni, és látszik, hogy egy-egy számtípushoz sok-sok elérési módja van. Tehát van, ahol előre programozott hívó gombok vannak, van, ahol ő van a kedvencek között, ez egy olyan számező, ahol ő elmentheti a gyakran használt számait, akár gombokat is tud alsó sorba tenni a képernyőre, tehát számos módja van, hogy egy hívási cél felé hívásokat indítson, és talán ennyi lenne, és akkor még van pár szó itt, ha valaki később megnézi. Ó, már 40 percet beszélek is még, de haladunk, remélem azért érdekes. Annyi, ugye látunk, ide fogunk kijukadni a vonatlistához, ezt fogja majd a dispatcher látni, és igazából őt nem is fogja érdekelni, hogy miképp képződik, de pár diába összeszedtem, hogy ezek az adatok hogyan kerülnek ide, hogyan frissülnek, mert távközlési szempontból érdekes meg az a megoldás, amit ugye a Kapcskontroll cég hozott az első projektben. Tehát az vonatlista, úgynevezett vonatlista, ez egy külön fülön itt látszik a terminálon. Itt van a userünk, felvett két szerepet, és ez az aktív szerepünk Budaörsnél. Most Kelenföld látszik, meg hozzá van adva a mi központunk, a tesztrendszer cellája Kelenföldön, egy cellát látok, és különböző számtípusokat mindjárt meg is nézzük őket, hogy kerülnek ide. Igen, tehát azt már látjuk, hogy van olyan regisztráció típus, ahol a mobil felhasználó aktívan közreműködik, ő regisztrál, illetve megszünteti a regisztrációját, ez a regisztráció is akár, akár egy harmadik féle is kérdezheti, hogy meglévő párost. Az a lényeg a regisztrációnak, hogy egy funkcionális szám összekapcsolódik egy MSISDN hívószámmal, és OSSD üzeneteket küldünk szépen az SCP-en felé, aki ezt a hozzárendezést elvégzi, nyilván tartja és kezeli. Az első lépésben ugye jön a felhasználó, bekapcsolt készülékén szépen kitöltögeti a menüt, elküldi azt, hogy ő mit szeretne, milyen típusú vonatszám, vagy CT6, igen, ez a kettő van, és melyik csoport, stb. Ilyen funkció, de mielőtt az MSC tovább küldeni az SCP felé, megkérdezi a HLR-t, hogy van-e joga egyáltalán arra a funkciós számra regisztrálni. Tehát lehet, hogy az SCP kezeli és hozzákötjük igazából a funkciós számokat, de maga a core rendszer aktívan közreműködik. Az MSC ugye routinggal, a HLR pedig a class of registration, tehát minden felhasználó egy-egy osztály sorol, ABCD osztályok vannak, és például az A csoportba tartozik a CT2-es regisztrációk is. Tehát aki A csoportos Class of Registration osztályba tartozik, az képes egyedül vonatszámra regisztrálni. Tehát ebbe tartoznak a tesztkészülékek színkártyái, illetve a mobil, a mozdonyvezetők színkártya, tehát a hangszínomozói rádió, mondjuk egy ETC-s rádió, ami ugye amúgy sem használ ilyet, de ha valaki kiszedni és beletenni egy kézkészülékbe, nála nem aktiváljuk az A csoportot, tehát még ebből is tudom védeni a vonatszám regisztráció. És ha minden oké, ugye akkor rendelkezik szépen az SCP-hez, elkerül a kérés, megnézi, hogy létezik-e már az az összerendelés, megnézi az FN számot, ugye szabad-e más MSISDN hív számú előfizető birtokolja, ha igen, akkor ugye vissza is dobja, ha nem, akkor megy tovább a folyamat is. Van egy ilyen validációs érdekes nyaláb itt jobbra. Ha ez a link ugye megszakadt, tehát az SCP felüli link az FTS diszpécser rendszer felé megszakadna, akkor vonatszám regisztráció nincsen. A szájtokon azt veszik észre a diszpécser terminál előtt ülök, hogy a vonatszám listájuk kívül üres lesz, ez kicsit már gyanús, de hamarabb érkezik a korba a riasztás, hogy ez a link az lemenne abba. Az a validálás azt a cél szolgálja, hogy egyrészt a Frequentis rendszere és értesüljön erről az összekapcsolódásról, funkcionális szám MSISDN alapú összekapcsolásról. Szépen ő elkönyveli magának, rögzíti a adatbázisába, és megjeleníti a vonatlistáján a szerepköröknek. Ugye minden szerepkörhöz egy meghatározott terület tartozik, tehát minden szerepkörhöz cellák listáját tudjuk rendelni. Tehát nem kell az egész területet országos szinten, tehát az egész országot lássa egy forgalmi szolgálattevő, hanem esetleg csak a állomásig körzetén belül, meg esetleg a szomszédjait célszinten oda rendeljük. Tehát ez kicsit szelektív is. De egyébként a menükben az, hogy én tudok egy vonatszámot, tudom, hogy be van kapcsolva, mondjuk Székesfehérvári vonalon ülök, és tudom, hogy az a vonat most közlekedik a egyes vonalon, simán beírhatom a vonatszám alapú hívószámot, kapcsolja a rendszer, a vonat listán én nem látom, de ugye az SCP kezeli ezt a kapcsolódást, a fordítást, meg az MSC nincs köze úgymond egy grafikus föllethez, hogy most ez a hívószám elérhető-e vagy nem. Tehát igazából egy felhasználót hívok, aminek országos, nemzetközi, ha úgy tetszik, ilyen funkcionális száma van. És amikor ugye a Frequentis bejegyezt a kapcsolatot, visszaküld egy nyugtát, és akkor az SCP azt mondja, minden rendben van, és értesíti szépen a felhasználót. A regisztrációs folyamatnak az is része, hogy a kijelzőn megjelen a funkcionális száma a felhasználónak. Ezáltal van értesítve arról, hogy elvégzett egy regisztrációt, és az sikeres is volt. Tehát ez fontos, hogy ez nem csak elküldöm a funkcionális szám kérésemet, hanem az, hogy kapjak vissza és egy választ a központú rendszertől. Hát igen, és ugye vannak ezek a fix számok, amiket az üzemeltetők közül lesz nem felhasználó. Ezt úgymond üzemeltetői szintről töltjük be, és itt be is rajzoltam két-két nyalábot. Ugye van egy ilyen mindentudó felületem, a GUIM, amiben ugye sok mindent tudok kezelni, szinte az összes maradék funkcionális számot, ugye el is tudom az SCP-be küldeni. A maga Frequentis oldal kicsit elkülön ettől, egy külön rendszer, alrendszer, és az, hogy ez a nyaláb itt működik, hát CT3-as alapján működik, van olyan interfész, de azt mondták, hogy ha egy rollt akarok én létrehozni, ugye itt már van egy CT-es szerepkör hívószámom, létezhetne az, hogy ezen az egy linken elküldöm, és akkor nem kellene egy másik forrásból ezt az adatot ugyancsak elküldenem, de azt mondták, hogy ők ezt külön úton fogják kezelni. Van egy FMS konfigurátor, ez egy újisten belső világot tükröző konfigurátorok, ott kell megadnom azt a hívószámot. Az adatfeltöltési szempontból egy csoporthívás adatokban is hasonló a helyzet, ott ugye az MSC szerver jelenne meg itt, ott is külön kell hozzáadnom a szerepkörhöz azt a számot, egy jellemzőt, amit már itt hozzáadtam, és el tudom az MSC-ben küldeni. Tehát GSM-R 1-ben a konzorcium töltötte fel a terveink alapján a adatokat. Voltak problémák, hogy ugye, hát ide beírtam, de ide már mást írtam, és nem működik a szolgáltatás, és akkor mi a gond? Úgyhogy voltak Excel-eink, össze kellett hasonlítani, ki kell exportálni a meglévő adatokat, ugye 3 oldalról, terv, RPM, ami szedte a rendszeremelekből a adatokat, meg a Frequentis oldalt is külön kellett kezelni, tehát ott elég nehéz, meg ugye a mostani konzorciumnak is elég nehéz dolga lesz, de meglátjuk, hogyan oldjuk meg ezt a feladatot. Itt látszik tehát, hogy ez egy ilyen felülről kezelt, üzemeltető által kezelt feladat. És még egy elem van a listában, a CT8. Hát ez lehet, hogy több lesz, mint másfél óra, remélem megéri. Ugye ez itt az a mobiltelefon. Ezek az elemek, amiket úgymond, amik normál mobil felhasználók, kezelhetnénk idegen GSM-R mobil felhasználókat is, és helyi magyar SIM-kártyával rendelkező regisztrálza mobilkártyákat. A TT8 nagyjából azt mondom, az MSISDN-nek felel meg. Ugye ők, amikor megírok a CT8-as kártyát, tehát olyan kártyát, aminek a profiljába, vagy ami egy nem vonatcélú, se nem egyéb speciális színű kártya, hanem mondjuk csak egy tesztkártya, vagy egy műszaki személyzetnek, egy pályás kollégának a kártyája, amit majd a vonal mentén a vízveres kolléga legyen, akkor aki a vonat ott a őszervényben is mellette használ, akkor ugye nem kap speciális funkcionális számot, nincs rá szüksége, kap egy MSISDN CT8-as hívószámot, de be tudom jelölni azt a szolgáltatást, hogy az HLR alapú, hogy a vonatlistán megjelenjen ilyen ikon mellett. Nem mindenkinél lesz, lehet, hogy lesz egy felhasználói csoport, ahol majd kiírja a szakszolgálat, de szerepeltethető. Tehát itt az a lényeg, hogy egy ilyen hívó számmal kiválasztva, és akkor hívásindító gomb gyorsan elérhető, mert grafikusan látja egy forgalmi szolgáltató, hogy igen, megjelent, itt van a cellám, ezt majd megszokják, Kelenföldön látja, és akkor tudja, hogy ott a pályaudvar területén dolgozik egy műszaki kolléga. Igen, tehát ezt pedig ugye RPM-be megint tudom konfigurálni, HLR-be ez a szolgáltatás bekerül megfelelő hívószámnál, és ugye ő akkor részről, után a CT8-as lista ugye HLR-ben kiegészítésre került, akkor ugye a HLR-VLAN-en keresztül, ugye a bázis más alrendszeren keresztül figyeli, hogy felbukkannak-e azok a MSISDN hívószámú felhasználók, akik szerepelnek a listán, és amikor egy ilyen felbukkan, egy Mobility Management nevű folyamattal, üzenetváltással informálja a Frequentis alrendszer, FTS Fixterminal rendszer alrendszert, hogy itt van a tétel, itt van az MSISDN, megvan a cellainfo, és kitáltam a vonatlistára. Tehát ez inkább a kor felül indul, ott van a lista, és a Frequentis-szal kezdem a felhasználója ennek a folyamatnak. És ugye a HLR ugye egyfajta fordító is, hogyha már kicsit rádiós szempontból is nézzük, hogy ugye hívószámokat kezel MSISDN-eket, de mobil felhasználókat, tehát IMSI-ket fog keresni a hálózatba, International Mobile Subscriber Identity, tehát nemzetközi mobil azonosítókat keres mindig, csak ez egy kicsit már légzőnge, tehát az ugyanaz, mint a GSM-ben, nincs más alapja, tehát amikor ő egy MSI-SDN hívószámot megkap, amit ugye mindenki használ hívási célként, az IMSI alapján megnézzük, hogy melyik felhasználó, melyik IMSI mellé van ez a hívószám rendelve, az IMSI-t fogja megpégingelni, megköröztetni a location árián belül, azon cellacsoporton belül, ahol a felhasználó utoljára bejelentkezett. Tehát ez a mobil háttér, amit már nem rajzoltam ide, csak kiegészítésképp mondtam. Tehát két folyamat frissíti ezeket a vonatista teleket a mobility management, ami lassú, direkt ilyen MSI-SDN alapú. Hát itt 19 percet láttam, csináltam egy lekérést, és az a jó hír, hogyha a felhasználó esetleg hívott felé változik, akkor hamarabb ad hírt magáról, hamarabb küld cellainfót is a központ számára, és ugye az nem lesz 19 perc, hanem hamarabb. Illetve amik ugye mozgó célpontjai a vonatlistának CT2 járművek, vagy tolatási tagok, ott már 3 percenként megy a lekérdezés egy másik üzenet típussal, másik folyamat által. Ugye itt a Frequentis kérdez, itt pedig a kor küldi el neki. Például a CT8-as, aminek ugye most nincs értelme, de lehet, hogy regisztrációt töröljek. CT8-as tétel is kijelölhető a listán. Eltűnik a Frequentis adatbázisából, amikor kiválasztom, de a regisztráció visszavonása, azt hiszem gomb neve, de akkor újra küldi ezt az adatot, újra meg fog jelenni. Tehát nagyjából annak a gombnak ott a koltájtnál nincs értelme, de így működik. És mi az, amit még itt kiemeltem? Ugye a csoporthívásból van a mozdony, a mobil, akkor a BSC, tehát a hálózat felüli keresésre nem fog válaszolni. Tehát a vonatlista lehet, hogy 3 percenként, hát igen, itt nem max 3 perc, ez mondjuk, hogy lehet több is, azt majd szerintem itt javítom, mert ha csoporthívásból van, akkor a régi cellainfót látja a pagingre. Tehát ott nem fog frissülni az adat, nem fog válaszolni. Igen, a helyi, itt ami van a hívófélként. Érdekes ez a CT3-as international típus, tehát azok a mozdonyok, járművek, amik bejárnak a magyar hálózat alá, például az osztrákokkal volt egy kis apró történetünk, ugye van egy olyan tétel, CT3i típusú regisztráció, én beíratom a pályaszom alapú CT3-as funkciós számot, ha tudom mondjuk az ÖBB-nek melyik pályaszámú mozdonya jön be GSM-R ÖBB-s kártyával, és onnantól kezdve, ugye itt van a dia, bekerül a SCP-nkbe, nem, az nem kerül be, nem van egy kis kavar, de nem jutunk, Frequentis vonalista alá is kerülhet, tehát látom a ÖBB-s szerelvény mozgását, és a külföldi ÖBB-s hálózat celláit, mondjuk Bécsig hozzáadom a Frequentis konfigurációhoz, azt is látom a hálózatok közötti lekérdezés alapján, hogy az a jármű, az most elérte Bécset, vagy a határnál, még a osztrák szakaszon. Tehát ilyesmi is elképzelhető, be is raktuk pár ÖBB és C3-as számra azt a lekérdezést, aztán jelezték az osztrák kollégák, hogy inkább vegyük ki. Nem a nemzetközi jelzés folyamat blokkolt ez a üzenetváltás, hanem azt hiszem a HLR-ben volt egy log, aminek a mérete meg nőtt, de igazából nem veszélyeztette a szolgáltatás semmilyen téren, de ők ugye láttak egy alarmot, utána néztek át, és akkor gondolták, hogy inkább ne. Lehet, hogy ez egyfajta üzleti titok is, nem tudom, de most üres ez a listánk, de talán meg lehetne egyezni kölcsönösen is, hogyha ilyen szerelményeket szeretnénk követni. Tehát ez az idegen CT3-as valószínűleg nem fog megjelenni, de van rá lehetőség. És ugye a ÖBB is mozdony, igen, az nincs benne, de azt elmondom, hogyha egy ÖBB-s mozdony magyar CT2-re regisztrál, akkor itt látható ugye a vonatszám alapú CT2-es regisztráció félkövérrel, meg egy ilyen teltebb mozdony. Mögötte már a CT3-as pályaszám alapú regisztrációt is összehozza most az új felület. ÖBB-nél az az adat hiányozni fog, mert az SCP csak annyit fog látni, hogy CT2-esre egy MSISDN regisztrált, tehát ott nem fog megjelenni most egy pályaszám alapú regisztráció típus. Ennyi a különbség a magyar és a külföldi gépek között. De gyorsan, akkor kicsit meggyorsulunk. Hát van egy óra elment. De regisztráció, ugye van, amikor a regisztrált felhasználó maga deregisztrál, szünteti meg a deregisztrációját, ugyanaz a séma, amit láttunk. Lehet egy harmadik személy, egy szuper user, aki lehet mobil, vagy a diszpécser képernyőn vonatlistával kijelölve egy gombnyomással meg tudom szüntetni, persze erre kell egy első szabályozás. Illetve van olyan, hogy kikapcsolja a mozdonyvezető a mozdonyrádiót, úgyhogy mondjuk kis vakszakítót államtalanít, akkor ugye a mozdonyrádió nem végez kiléptetést, nem szünteti meg ezt a hozzárendelést, beragad az SCP-ben, meg a Frequentis képernyőjén a terminálnál az a hozzárendelés, és ha valaki rábök, akkor ugye hiába hívja, nem elérhető. Van egy érvényességívő a dinamikusnál, ugye az egy mozdonynál ott nagyjából egy nap, tehát egy nap múlva az SCP ránéz, és ő megszünteti ezt a hozzárendelést. Régen passzívan ment, most már aktív. Jó, és ha ilyen harmadik személy által történik, mondjuk egy, nem tudom, tesztelő személyzet által, külön mobillal, akkor van még egy kör az SCP-nek, hogy ellenőrzi, hogy a felhasználó, aki ki akar regisztrálni egy másikat, van-e joga erre, tehát szuper user-re, user-re, és csak akkor lépteti, nézzél a kiléptetést. És akkor itt van ez a lista, CT2-es tételek, most minden szűrésben van kapcsolva, van pályaszám alapon is pár készülék. Az a sapkás ember lenne a CT6, most nincs, CT8-as tételek gént, egyet látok, és van egy új interfész, az a forfelé Frequentis oldal már készen van, és lett egy dokumentum arról, hogy hogyan kéne a fornak adatokat küldeni. Ez nyitott, tehát a mi oldalunkon hiányzik az a kapcsolat, úgy van. Tesztelni is a laborban a szimulátorral tudtuk, de itt elég sok mindent lehetne hívószámokat küldeni, befogadtatni a Frequentis-en, megjelenítetni a képernyőn, tehát olyan járművek hívószámait is, ahol nem, nincs GSM-R rádió, ami már egyre ritkább lesz, vagy nem GSM-R vonatszakaszon közlekedett még, de mondjuk az irányítóhoz tartozik a vonatszakasz, publikus számok, 30-as, amit ugye a flottában tudunk használni, rengeteg dolgot lehetne. Hát ugye ezt a for interface-t erre menedzselni kell, de látszik, hogy egy kicsit előremutató volt a projekt szempontból. Megyek tovább. SCP funkciók csak röviden, erről már volt szó, berendezés, azonosító regiszter. Ugye ez minden GSM rendszerben van, A publikus szolgáltatók igazából nem használják, mi se fogjuk, mivel mi se akarjuk, hogy a minden, tehát onnan kezdődik a dolog, hogy minden GSM-R készülék egyedi azonosítóval bír, ami a gyártóra, a sorozatszámra utal, és ezt el is küldi a központ felé egy logba, amit ugye a SCP gyűjt, és az üzemeltető megfigyelhet, tilthat berendezéseket, most SIM-kártyától függetlenül, vagy fehér-fekete. Igen, hát ennyi. És ugye van egy CSAM funkció, SCP-ben, ez pont-pont hívásokra, ez kicsit már régi ez a dia, most már hívásszűrés pontban, tehát a hívásszűrési mátrix csak pont-pont hívásokra vonatkozik. És most ha megállítom a megosztást, és megpróbálom, itt nyitva is van a... Itt van, megpróbálom azt közvetíteni. Applikáció és ablak, és így, és csak egy pillanatra, hogy... Tehát végül is ez egy mátrix. Régen két modulunk volt, funkcionális szám hívhat funkcionális számot, akkor született egy döntés, utána egy numbering, screening volt, tehát ha hívó hívott funkcionális számot használt, akkor egy ilyen rövid úton lezárta a folyamatot, és utána, ha egyik, vagy a másik, vagy mindkettő fél MSISDN hívószámot használt, akkor egy ilyen numbering screen, tehát MSISDN hívásszűrési folyamba futott a dolog. Hát mi próbáltunk kicsit egyszerűbbek lenni. Igazából így látható legkönnyebben, hogyan működik, hogy ő a hívó fél, kit hív, yes vagy no, és kész. Itt mondjuk azt látszik, hogy a nem látszik, lehet, hogy a pro, de annyi, hogy esetleg hogy pár szó, hogy a nemzetközi forgalmat azt ugye nem is routingoljuk az SCP felé, tehát ha mondjuk egy nemzetközi számot, mondjuk ÖBB számot, idegenpartnert hív a felhasználunk, akkor az MSC már rögtön a idegen GSM-R világ felé dobja a hívást, illetve az ETC-es hívásokat sem hozzuk ide, tehát az SCP-n kívüli. Tehát felhasználó, bázisállomás, MSC és utána az LBC központ. Tehát SCP úgyis azt mondaná, hogy yes vagy no, tehát igazából nem fogjuk itt eldönteni azoknak a hívásoknak a sorsát, és ami ugye lett belőle, az már egy kicsit bonyolultabb történet, ez nem egy pillanat is. Tehát a program egy gráfvá feszíti ki, keresési feltételek vannak, egy-egy ág így néz ki, vagy hívó, vagy hívott funkcionális számot vizsgál, vagy nem, és vannak ilyen számtartományok, ahol ugye vagy megengedem, vagy tiltom, vagy tovább lépek egy szűkebb ág felé. És szóval valahogy így néz ki most a logika. Amikor egyszer foglalkoztam valami, megterveztük, akkor mondom, ennyi ezt lerajzolom, mert később nem fogom érteni, és elég bonyolult lett. Tehát amellett, hogy mondjuk megvolt a számtartományunk kiosztva, hogy mely felhasználó réteg milyen számtartományt kap, jelentkeztek olyan felhasználók is, akik mondták, hogy én ebből a számtartományból akarok egy-egy hívószámot, de szeretnék egy publikus hívást is intézni szabadon. Aztán néztem, hogy az a számtartomány igazából mondjuk egy olyan felhasználónak lett kiosztva, aki a publikus világ felé el van zárva, és akkor kellett még egy hívószám elemzést beiktatnom sorosan, hogyha ő az a partnerünk, aki most szeretne egy kivételt, akkor ott a kivétel vizsgálatnál ő pozitívan bírálódjon el, és speciális fellistára kerüljön, ha meg nincs a speciális fehérlistán, akkor menjen tovább a logika. Tehát ilyen apró ugrásokat szépen belátik, tehát nagyon rugalmas. Akármilyen lépésnél, akármilyen szűrést tudok beiktatni vizsgálatot, és ezt be is csukom most végül is ennek. Ennyi az értelme. Tehát meg lehet változtatni, gyakran pillanatokon belül, de kicsit bonyolultabb történet, tehát körültekintőnek kell lenni. Nem tudom, hogy látszik az előadás. Helyfüggő címzésről most fogok beszélni. CT8-as helyinformációt elmondtam, és az egységes segélyhívó rendszer felé is helyinformációkat tudunk közölni. Tehát... Igen? Hú, ez... Most igen, valakit hallok, csak nem nagyon. Jó. Látjátok-e a prezentációt most? Lapozni fogok. Igen, látszik. Jó, akkor most már le fogunk húzni, mert most lehet, hogy lesz ez 2 óra is, de nem akarok elrémeszteni. A helyfüggő címzés. Volt olyan történet, hogy próba üzemény, és jött a kollégától a kérdés, hogy egy diszpécser szeretne rövid hívókóddal hívni egy irányítót, és akkor elgondolkoztam, hogy mely hívókódra gondolhatott, és az volt a lényeg, hogy kicsit hiányos volt a tudása, mert a helyfüggő címzés a mobil felhasználó, mint hívónak a földre helyétől függő címzést jelenti. Tehát úgymond a diszpécserek nem vehetik igénybe, nem is ez a célja. Igazából egy-egy rövid hívókód egy-egy szerekkölt címez meg, mondjuk a 1300 forgalmi szolgálattevőt, és ahogy a mobil, mondjuk egy mozdorádió ugye szépen bolyong a hálózaton a állomásra, mindig másik CT7-es számot, másik szerepköt kellene hívni. Most ki fogja megjegyezni, ki fogja szerepeltetni a listát egy papíron, ott lóg majd a ablak előtt ezt a hívószámlistát. Igaz, beszédes a név, nagyon jó eset, még ha még a régi PLBX mellékszámát is tudja, meg hogy 02 a szolgáltató, akkor fel is tudja hívni, de miért? Tehát van egy fordítógépünk, az SCP szintén, ugye, ami azt mondja, hogyha egy 1300-át kap, mint hívott szám a mobiltól, és ismeri a földrajzi helyét, ő le tudja fordítani ezt egy CT-es számmá. Tehát a 1300 használata mondjuk Komáromnál másfél pontot fog megcímezni, és mondjuk Rajkán is másnál fog csörögni, és abból felhasználó szempontjából nagyon előnyös, mert egy hotkey-re van, hotkey, nem, hát végülis fix key mögött van, tehát egy gombnyomásra ezt a kódot elküldi, SCP fordít, és már meg is van a szakaszért felelős irányító. Itt látható, ezek a kódokat találtuk ki a vastagbetűsek nemzetközi, tehát aki megy akár Csehországba is a gép, akkor is ezeket fogja használni, ezeket a funkciókat fogja címezni velük. És van pár nemzeti, amit mondjuk itt a távközpontban találtuk, a 1080-as, 90-es. Ezt érdemes itt megjegyezni, mert volt olyan szórólap, amit fel volt cserélve, de ez a helyes, hogy ott kicsit variáltunk, hogyha végülis ez ilyen mozgó blokkrendszer, hogy az adott cellán, evel a kóddal a vasút vége felé címzek egy szolgálati helyen odébb, egy forgalmi szolgálattevőt vagy hátrafelé. Tehát, ahogy haladok, ugye halad előttem is ez a végcél. És ez pedig ahogy működik, egy gombnyomás, 12.00 helyinfo, cellainfo vagy GPS, és ugye ezt kapja meg a hálózat, az SCP-nk, és ő ugye rendelkezik egyfajta térképpel is, ahol elhoz a funkcióhoz, ennél a területnél, mely Frequentis dispatcher terminál az illetékes, és el is közösíti az MSC azt a hívást oda. Aha, itt van. Hogy hogyan terveztük? Ugye először megnéztük az EI-nél SRS-t azt a listát, amit látható, 9. fejezet, és valami ugye már kötöttebb, sőt már ez egy újabb verzió, amivel elindultunk, az 15, nem tudom, 7-es volt, azóta raktak bele. És ugye mindig az, hogy ugye megnézi az ember ugye az LDA szempontból, hogyan kell kifosztani a rövid hívókódokat, mit lehet ebből használni számunkra. Volt, ami az már egyértelmű volt, hogy mindenki használja, hasznos volt, amit nem használunk, és nemzeti tartományba vetettünk bele olyat, ami esetleg itt nálunk fontosabb. Ugye a vasúti szerepköröknek a hívószámai előbb-utóbb megvannak, tehát onnan indul a projekt, hogy mindenki kap egy terminált, megkérdezik, hogy milyen szerepkör funkció ott, milyen irányító, milyen neve, kiosztjuk a hívószámait, és utána jön a földrajzi tervezés. Picit kisebb, de el kell képzelni, hogy 12.00-val egy ilyen egységes szakaszon. Aha, hát. Tehát mondjuk 13.00-ról, itt vannak a cellák, itt egy CT7-es kód, az itt ülő forgalmi szolgáltatónak a hívószáma. Egy ilyen grafikai tervezés indul el, hogy a 13-as kódnál megadtam ilyen Excel formátumban, hogy állomásra mi legyen a végcél. Tehát mondjuk itt mondjuk egy megálló helyen látszik, hogy az Bicske, aki kapott terminált, ő felügyelheti ezt a megálló helyet. Tehát ennél a cellánál, mondjuk egy cella is úgy látom, Bicskénél fog cseregni, de Hegyeshalomnál pedig a kék cellában a telefon, és minden ilyen funkciónál, irányítónál, szolgáltatónál szépen így térképről térképre fel kell mérni az irányítók hatáskörét, állomás, vagy vannak olyan műszakiak, akik egyes vonalszakaszon dolgoznak, tehát földrajzilag mi az érvényes, vagy a munkaterülete. Itt látszik, hogy GPS koordináták alapján is fel lehet rajzolni egy ilyen szakaszolást. Megnéztem, az élőrendszerben nagyon kevés van szerintem. Voltak adatok, de tüntettük vagy töröltük. Az a baj, hogy nem minden készülékben van GPS-vevő. Tehát lehet, hogy a kézi készülékük ugye ott nincsen. Cell alapon fognak ugye routingolni, és lesznek mozdony rádiók, ahol benne van az egység, küldi az érvényes GPS koordinátáját, akkor ez a határ, ami esetleg itt van valahol cella, és itt levágtuk, mert van egy sorompó, kicsit ingadozni fog. Lehet, hogy ez zavarja ezt a forgalmista kollégát. Tehát azt mondhatnám, most az LDA, ájfüggő címzés LDA alapon működik, az LDA néhány helyen van konfigurálva, de szerintem, ha a résztvevők, felhasználók ezt nagyon igényelik, és nagyon pontosan szeretnének területhatárt meghatározni mondjuk egy átjáró miatt, akkor arra is van lehetőség, hogy szigorítani azt a routing hívás irányítási földrajzi határilletékességet. Tehát két lehetőség van, vagy egyszerűbb a cellahatár, vagy ha a készülékben van GPS vevő is, ugye ezt elküldi a üzenetfolyam elején a központnak a GPS koordinátákat, akkor ugye egy vonalra külön térképeket tudunk rajzolni, és a poligonokon belül meg tudjuk határozni a irányítót, attól függetlenül, hogy most melyik cellában vagyunk, vagy hogy annak a határa hol van. És ugye akkor az elsődleges mindig az LDA koordináta, ha az nincs, ha sérült, akkor visszahúr cellapó ez a behatárolás. És ugye amikor ez megvan a tervezésen, akkor fel kell tölteni szinte az RPM-en keresztül az SCP-be. És ami fontos, az adatok karbantartása, frissítése. Tehát ha változik a cél, akkor legyünk mi az elsők, akik tudunk róla, és mondjuk volt olyan, hogy terminált kellett cserélni, vagy változott valami, akkor ugye át kell írni ezeket a határokat, vagy célokat. És ugye, ami kicsit bibis, hogy ugye van forgalmi tevékenységi vagy felelősségi határ, illetve cella határ, hogy ezek majdnem mindig nem esnek egybe. Tehát azt is figyelembe kell venni, hogy a GSM-R rendszer csak cella alapon tud hívást kapcsolni LDA alapon. Tehát ennél finomabb bizonyos felhasználóknál LDA alapon működhet, de általánosságban cellához vagyunk kötve. Itt látszik a cella határ, a bázisállomás, itt már egy másik. Tehát forgalmi szempontból is el kell gondolkozni, hogy ez megfelelő, vagy van olyan LDA hívás, aminél két végpont is, vagy több címezhető meg. Hogy ezt a pontatlanságot, eltérést kicsit lefedje, hogy akkor nem egy végpontot címzek, hanem többet. És akkor valahogy így néz ki a felület, kijelölöm a cellát, és beírom a kód mellé, hogy kit akarok. És ugye ahhoz a felületen fel kell sorolni az összes magyar cellát, és az összes használható LDA kódot. Van pár speciális terület, amit hoztam, a felhasználók mellett érdekes, meg igazából nem nagyon szerepel, nem a leírás, csak annyit látok néha a képen, hogy LDA-król meghoztam egy kis műszaki hátteret. Tehát van olyan terület, ahol mondjuk itt a Törökbálint megállóhelyet hoztam példaként, ahol nincsen Dicora terminál, nincs X terminál. Látszik Biatorbányonban, meg Budaörsön is van egy hívószáma, de ezen a területen nincsen. Látszik itt egy külön cella is van, tehát ki legyen a felelős mondjuk forgalmi szolgálattevő szinten. És itt látszik, hogy be van írva az a két forgalmi szolgálat száma, és van fölött egy ilyen gyűjtőszám spéci CT7-es. Tehát vannak megállóhelyek, ahol nem egyértelmű a terület felelőssége, vagy delta elágazás, vagy olyan vonalon van állomási személyzet, vagy köfirányító. Tehát az volna jó, hogyha mondjuk egy ilyen 13.00 hívás több helyen is végződhetne, úgyhogy hát azt tudjuk megcsinálni, hogy kimegy a hívás ezekre a készülékre, mondjuk itt két szomszédosra, csörög és a gyorsabb felhasználó felvesz és kapcsolja is. Tehát azt látja, hogy bejövő volt, csak ugye akkor a másik. Tehát LDA szerepköröket ilyen párhuzamosan én nem nagyon szeretek, mert elindul a kapcsolatfelvétel, az, hogy kinél végződik, az vagydagos. Lehet, hogy a következő hívásnál, és még mindig a megállóban a mozgóvezető szeretne ugyanavval a állomással beszélni, és megpróbálja azt a 13.00-át, de akkor a másikat fogja megkapni, mert a másik felhasználó gyorsabb volt, akkor célszerű a CT7-es számot közvetlenül tárcsázni. Úgyhogy... És ugye erre az egy LDA számot hívok is több résztvevő címzek meg vele, több megoldás születik, az szerint, hogy milyen összetétel van. Itt például látszik, hogy két Dicora terminál, tehát két Frequentis-es, CT8-es szám szerepel. Itt a fix terminál rendszer berkein belül definiálunk egy saját rolt, és azt a rolt a két terminálon betöltjük. Tehát úgymond van egy FTS párhuzamos LDA rollnak nevezett rólunk, ami hívásfogadásra alkalmas igazából. Most még ki lehetett jelölni ezt a rollt, és lehetett vele hívást indítani, meg SMS küldeni. Igazából az okat sose kézbesítette a központ. Aztán az MSZ-nél egy ilyen vezérszámot küldtük, és az alapján letiltásra került. Most már ilyen protected role-ként tudjuk szerepeltetni, és elszürkültek, tehát nem is tudja a felhasználó kijelölni. Ez hozta a GSM-R 2-es fázis, és e szempontból már kicsit tisztább a helyzet. Tehát hívásfordásra alkalmas, meg ugye SMS fordásra is. Igen. Hát itt látszik, hogy mi az előnye, 5 terminálos felvető, hát hogy azt hiszem 10 is lesz, de hátránya, hogy ugye, amit elmondtam, hogy gyorsabb diszpécser fogja végződtetni. CT8-es az egyértelműbb. A multiring szolgáltatás pedig kor alapú, hiszen a Frequentis rendszer csak a saját róljaink belül képes látni, azokat kezeli, de mi van, ha mondjuk egy DexFox terminál van az egyik állomás helyen, ugye ő csak egy MSISDN-t kap, vagy mindkét állomáson DexFox terminál van, egy SIM-kártyával, MSISDN hívószámmal. Ugye akkor ez a multiring szolgáltatásnak nevezett valami, ami szintén egy célszám mögé bújtatott két valós MSISDN vagy kevert csoport, CT8 MSISDN számcsoportot valósít meg, de van egy szántartományunk erre a multiringre, azt ugye a felhasználó sose fogja látni. 13.00-t tárcsáz, azt a SCP lefordítja erre a MSISDN számtartományba, és a HLR-ben pedig megnézi a HLR, hogy mely két szám a valódi, amik ugye itt ülnek. Az SCP által küldött speciális MSISDN szám mögé, és az MSC szerver pedig ezt a két számot fogja megcsöngetni. És ugye itt is gyorsabb győz alapú. Tehát ez a műszaki háttere a dolognak, a felhasználóból nem lát semmit. Amikor konfigurálunk, meg a forgalom szempontjából seregetünk, mondjuk előfordult a mostanában, hogy DexFox kapott az egyik, és Dicorát a másik, akkor ezen azért el kell gondolkozni, hogy akkor most a párzomosról cseréljen egy ilyen multiring számra, stb. Tehát azért nálunk nehezebb, de megoldható. Aha, itt nem írtam be, itt még szerettem volna. Itt van egy olyan funkció, hát ezt magyarra szerettem volna, amikor egy LDA hívás hatás van a csoporthívásra. Hát ha eddig követhető volt, akkor most nem fog azzá válni. Annyi a lényeg az a pici ábra, és akkor itt le is zárjuk majd, hogy amikor én csoporthívásban vagyok, itt van a csoporthíváson, kommunikálhatok, illetve van itt egy CT7 lehetőség, ami azt jelenti, hogy CT1 alapon is, mondjuk egy 13.00-val megnyomva ezt a gombot, például, hogy 13.00, megcímezhetem a helyi területi forgalmi szolgálattevőt, ilyenkor a kézikészülékem elhagyja a csoporthívást, az felmarad, többi részről folyik a társaság, és az MSZ szerver egy jelzést küld a illetékes Dicora terminálnak. Látszik a piktogram, hogy ez az ilyen diszpécser ébresztése funkció, ami egy pont-pont hívást épít fel a ébresztő mobil egység és a Dicora között, a diszpécser készülék között. Megbeszélik, mit szeretne, és ahogy elhagyja a két készülék ezt a pont-pont hívást, a MSC szerver a diszpécser hívott rólt megpróbálja a csoporthívásba bevonni. Általában ez sikerül is neki, a jó a funkcionális kód és konfigurálva, és ugye a mobil része is visszaép a csoporthívásba. Úgyhogy ha nincs diszpécserem és mondjuk egy 200-as csoportba, ha már így meghonosodik ez a, ami a vonatcsoportot jelenti, abban általában vannak a helyi forgalmi szolgálattevők, és mondjuk az a forgalmi szolgálattevő hiányzik éppen, mert kilépett a csoportomból, be tudom vonni így a részvevők közé. Tehát De megadhatok egy 14.00-át is vonatcsoport hívásból kilépve egy fetes dispatch-et, ami alapból nincs benne. Felépül a pont-pont hívás, de amikor kilépünk is, a dispatch-et próbálja bevonni az MSZ szervvel olyan csoportba, amiben eleve nincsen, nem konfigurálunk olyan szerepet, tehát egy erős áramú diszpécset nem fogunk vonatcsoport hívásba belevonni, most még úgy van, de egyszer talán elképzelhető, akkor nem tudja bevonni, tehát ott remélem lesz az a vonatcsoport hívásba való bevonás. Tehát kicsit ismerni kell azt, hogy a vonatcsoport hívások mely felhasználói köröt címeznek meg. De azt mondom, ez még a jövő, szerintem még ott tartanak a felhasználók, hogy próbálgatják ezeket a módokat. Szerintem itt ennyit elmondtam, és akkor lépjünk tovább. Jó. Igen, ezek napjaimban a kiosztott kódok. Azért szerepeltetem újra ezt a táblázatot, mert például Szombathelyen volt egy SMB-szerű egy ötlet, hogy 13.50 és egy futószám, hogy őrhelyeket lehessen egy állomási területen megcímezni. Egyes, akkor 13.51-es őrhely, 13.51-es kóddal meg lehet címezni Szombathelyen. A kettes, akkor a kettes kerül a végére. Tehát vannak olyan kódok, amit országos szinten is be lehetne konfigurálni. Egy SMB résznél volt egy ilyen teszt próba lehetőség, hogy Szombathelyen, azt hiszem 3 őrhelyen próbáljunk ilyen helyi kódot. És akkor mondjuk, ha Kelenföldön lenne, és nem tudom, ott van-e őrhely, de Ferencvárosban talán már van, akkor 13.51, és akkor ott a Ferencvárosi egyes őrhelyet címzi meg. Vagy volt egy SLF-kérés, ők gyorsabban reagálnak, azt hiszem, mert a kisebb hasútársaság gyorsabban fut át az információ, azt a személyesre is, és a gyorsabb a reakció is. És ők itt kértek a vontatási üzemirányítónak egy olyan kódot, ahol bárhol az országban, a MÁOS szakaszon is tud ebben a rövid kóddal a SMS gépen a mozdonyvezető 1810-zel egy csak SMS vontatási üzemirányítót megcímezni. Tehát elvileg az a legjobb, ha ez országosan használható a kód, de hát területileg nem ajánlanám, de kis területeken is elindulhat, mert legjobb, ha országos, és mindenki ugyanúgy használja. Tehát ha ez a 1351-es kód programozva lenne az összes cellákban, ahol őrhely van, akkor köztudottabbá válni, és egyszerűbb lenne. Most csak így vagy olyan teszem, ami folyamatos hangot ad. Tehát ki lehet próbálni, hogy képesek-e vagyunk-e tárcsázni valami hangszorong, stb. Jó, akkor haladjunk már. Csoport és körözvény. Hát ez már nagyon sok helyen meg. Igen, hát jelent téma. Csoporthívás egy csoportnak szól, és van pár olyan jellemző, amit ugye röviden ebből már, ha ezt nem mondanám, akkor tovább is léphetnénk. Ez a dióhéj, hogy ugye van egy területünk, van csoportazonosítónk, például 200-as vonatcsoport, vagy technológiai csoportok 500 alány, nem tudom, vészhívásnak 299-es. Van egy prioritásunk, arról talán később, és timerekben 2 van, uplink duration, hogy egy tag PTT-t nyomva a csoportban folyamatosan adhat. A non-activity timer az, amikor senki nem nyom PTT-t, nincs ilyen jelzésváltás központ felé. Mindenki csendes, mikor bontja el a csoporthívást a MSC magától. Ez ugye akkor indul el, amikor az összes fizikai diszpécser kilép, tehát a Frequentisre gondolok, mobilok maradnak, és esetleg még van egy BBRC-s virtuális diszpécser hangzőítés mellett És ugye amikor a mobilok befejezik a adást, akkor elindul a timerünk, ha letelik, akkor bontja. Lehet ezt óra, 2 óra, 24 óra, vagy csak 30 perc, nem tudom, tehát szabadon konfigurálható. És ugye vannak mobil résztvevők. Az a lényeg, hogyha egy célra akarok egy feladatkörre akarok egy SIM-kártyát, akkor olyan csoportazonosítók szerepeljenek SIM-kártyára írva az üzemeltető által, amik ugye használatban lesznek megfelelőek a cél számára. Tehát mondjuk egy vonat csoportazonosítót ráírok, egy 200-as ráírok egy jármű bekerülő SIM-re, de nem írok rá mondjuk egy ETC-es vonat adatrádióba kerülő SIM-kártyára, vagy nem írok rá egy vízberes kollégának a SIM-kártyájára. Neki mondjuk egy 600-assal kezdődő group ID-t teszek, és azt mondjuk ő kibekapcsolhatja is, tehát az állapotot is meg tudja változtatni. Ha rajta van a csoportazonosító a SIM-kártyán és aktív is, akkor a SIM-kártya figyeli a rádiós alrendszer felül érkező hirdetményeket. Úgy indul a csoporthívás, hogy ezt a bázisállomást a notification alcsatornán meghirdeti, tehát közhírré teszi, hogy indult egy csoportom, kiteszi a 200-as mondjuk, megnézi a SIM-kártya, hogy ó, itt van egy csoportazonosító, megnézem a számát, ó, nekem van egy ilyenem, aktív a SIM-kártya, nem kapcsolta ki a userem, aktív, akkor bejelentkezek, vagyis hát kijelzem a csoporthívást, és akkor ugye eldönti. A prioritás az, ami ugye meghatározza, hogy most ő automatán belép, long transferre vagy nem. Ugye arról szólsan az 0-tól indul 4-ig, és nem is tudom, van-e olyan ablak. Itt vannak. Tehát itt van a prioritás. Ez egy alacsony prioritású, és a SIM-kártyáknak is van egy prioritás szintje, megadható a SIM-kártyán felhasználóként, hogy egy bizonyos prioritás szint fölött belépjen automatikusan a kártya. Típus a nullás prioritás, az a vészhívás, az szabványszinten is autóanszverrel járhat, tehát ott nem tud mit csinálni a mobil felhasználó, csöng-csöng is belép a mobilja, ez így jós is. De mondjuk azt hiszem a 200-as csoport hívásnak az 2-es, és ott csak kijelző, hogy van egy 200-as csoporthívásom. Azt hiszem a mobiloknak 2-es fölött illik belépni, tehát talán ott én döntöm el, hogy fogadom vagy nem, de a CAB rádióknak meg ugye azt hiszem automatikus a fogadás, ha jól emlékszem. Tehát SIM-kártyától függően ezt az autóanszfert konfigurálhatom én, hogy a felhasználók döntsék el, hogy belépnek, vagy belépésre vannak kényszerítve. Annyira nem szeretem az autóanszfert, mert volt olyan tesztünk, hogy a kollégák elindultak a következő helyszínre, és valamint nyomok egy csoporthívást. Autóanszferes volt a készülék, ugye belépett a mobiltelefon a csoporthívásomba, és hallom, hogy beszélgetnek, meg szól az autóban a rádió, csak ők nem hallanak engem, és akkor kiderült, hogy ott van a csomagtartóban a készülék. Ugye autóanszferrel az a gond, hogy nem felhasználó lép be, nem a készülék. De van, amikor gyorsan kell felépíteni, úgyhogy azért ez kérdéseket vet fel. Jó, akkor inkább ugorjuk azt a diát, látjuk, hogy itt cellákat tudok, ez a terület definíciója, ez mondjuk egy tesztcella volt egy beltén is hozzáadtam, de bővíthető, tehát egy fél vonalnyi területet simán cellákat hozzáadhatok Dicora, rollokat és Frequentis szerepköröket, indíthat, végződtetheti, vagy el tudja bontani. A virtual dispatcher azért van benne ez a hangközítés miatt, mert ha ő kilép, akkor megszakad a hangközítésem. Ez egy ilyen mellékszála a BBRC-nek, Ha benne van, akkor ha mobilak vannak, csak a csoporthívásra egy bizonyos ideig rögzíti. A timerekről beszéltem, csoporthívásról beszéltem. Van egy cikkem, amire itt utalok, aki hosszasan akar ebből bívelődni, elolvashatja. Erre most úgy látom nincs lehetőségünk. Itt a bontásról, itt is van pár sor, úgyhogy ezt is majd a tó videóanyagában lehet olvasni. Ez pedig az, hogy ankorolja az MSC-nk. Ez két ország közötti csoporthívásoknál is lehet, mondjuk Rajkán hozzáadhatom a szomszédos hálózatnak a celláját is, és ilyen szomszédossági viszonyoknál van egy színes térkép a Eirén dokumentációkban, el van döntve, hogy egyes ilyen mondjuk viszonylatban Osztrák, Magyarország, vagy Csehország, Magyarország között ki az ankor kijövő. Az ankor az MSC, és ez igazából csak konfigurációt jelent. Az ankor nyújtja a legtöbbet a relay, az azt jelenti, hogy a saját celláimat bedefiniálom a csoporthívásomba. Ha én ankor vagyok az MSC-m szempontjából, akkor én hozom a saját celláimat, mint ugye a relay. MSC viszont én definiálom a diszpécsereket, a saját hazai diszpécsereket, így hozzáadom, meg kénytelen vagyok az idegen országbeli diszpécsereket is felvennem, és bedefiniálom a csoporthívásba. És ugye az ankor MSC a relay-jel fogja együttműködve felépíteni egy csoporthívást, az ankor fogja az összes diszpécset először felkeresni, a külföldi országon belüli diszpécset, tehát az ankor elindítja, a relay ugye megkapja és kézbesíti, és minden MSC a BSC-ken keresztül a saját területén meghirdeti a mobilok felé a csoporthívást. Zsolt, bocsánat, Zsolt. Itt lesz a videóban a szöveg, el lehet olvasni. Zsolt, ne haragudj, hogy esetleg itt már átfedett a szöveg, itt már kezdtem a gyakorlati dolgokat is kiemelni. Szerintem, ami diszpécsereknek, tehát a személyzetnek, akik ott ülnek mondjuk egy Dicora terminál mellett, az segítséget nyújt, hogy ugye mit kell csinálni egy csoporthívásba. Ugye mindenki PTT-t nyom, akár mobil résztvevő, akár Frequentis résztvevő, és ugye a Frequentis résztvevő akár kézi beszélés módban használhatja, tehát hangszóró mikrofon, vagy kihangosítva és használhatja a készülékét, neki van egy külön hangszóró, ha ez nincs csatlakoztatva, van egy külső hangszóró, vagy beépített hangszóró. Itt a módváltó, de az a lényeg, hogy PTT-t kell nyomni, ami pedig itt van. Meg ugye a mobiloknál általában a legnagyobb gomb. Arra kell vigyázni, hogy a beszélő mobilra kell vigyázni. Tehát azt mondja, hogy itt van. Tehát van egy beszélő mobilunk, és mindenkinek a hangszórója be van kapcsolva a csoporthívásba. Van diszpécser részvevőnk is, mindenki hallgatja a mobilt. Ugye neki a hangszórója tiltva van, hogy megjegyezzen össze, szépen a közleménye eljut a csoport többi tagjainak. És két gombos, vagy két kezelési mód van a mobil diszpécser felől, vagy egy gombos. Ilyenkor tehát a mobilok közül csak egy adhat. Van egy beszélünk, a többi hallgató módban van bekapcsolt hangszóróval. Ha a diszpécser ugye bármikor adhat beszédet intéz, mondjuk nem illendő, amikor a mobil beszél, de előfordulhat. Ha egy gombos kezelést alkalmaz, vagy megmutatom majd, amelyik az, akkor az összes mobil hallja kivéve a beszélőt, mert neki a beszélő hangszórója ki van kapcsolva. Ez ugye csak egy bip, tehát nem vezélő hang, csak egy hangjelzés, egy ilyen halk bip, direkt nekünk tett kifejlesztve, mert a DTMF kódot, ami a két gombosnak az ismérve, elég hangosnak, zavarónak tartottuk, de hát ez egy kicsit államspecifikus tulajdonság. Tehát itt ugye vagy azt csinálom, hogy egy egygombos módszert használom, és megvárom, hogy a aktívan beszélő mobilt befejez le a mondókáját, és akkor nyomok, és nem zavarom össze a többi részevőt. Ez mondjuk az a normál állapot, hogy befejezem, míg a beszélő beszél, és akkor beszélek én is. Ha valami nagyon sürgős vagy, tényleg beszélni kell, és azt is akarom, hogy a beszélő mobil is hallja, akkor ugye az ő hangszóróját is be kell kapcsolnom. Akkor ugye a DTMF kódot kell külön küldenem, amit a készülékek kezelnek, és akkor bekapcsolják a hangszóróikat. Nekik ugye nem kell semmit csinálni. Ez történik a két gombosnál, hogy a DTMF vezérlő hangot küldök, és akkor az aktív van beszélő hangszórója is kapcsoltá válik. Hát ott picit zavaró tapasztalat szerint, egy picit visszahallom magamat is, de azért érthető a dolog. Tehát külön válik a hang érezhetően, meg értem, amit mond, meg ugye ha valaki rábeszél az én mondókámra, akkor alapból gyorsan abba hagyom, értsem, amit ő mond. Tehát így még normál úton, módon is lehet kezelni a történeteket. Tehát van egy gombos könnyebb, és ugye egy gombosnál ezt az egy PTT-t nyomom. Ha a két gombos DTMF és a beszélő mobil hangszóróját is aktiválni akaró adásmódot akarok választani, akkor ezt megnyom, és rögtön utána azt a felső kettőt, tehát kettő gombos, és akkor megy ki a DTMF hang. Ugye az első projekt története volt, hogy az egy gombos, ugye ez a két gombos volt egy gombra programozva, tehát az a PTT gombnál kiment a DTMF, hallott a és mindenki, és akkor gyorsan hát elrakta a fülétől a hangszórót, és kértük a konzorciumot, hogy ezt esetleg halkabbra lássam, mi a DTMF vezérkód hangját, de ezt nem igazán, akkor elmentek efelé, tehát ez a két módszer alakult ki, és igazából csoporthívásból nem is nagyon akarok többet erről beszélni. Annyi sok helyen, meg ugye ott van az a cikk, sok előadásanyagban előfordul. Csoporthívás szintén könnyebb kezelni terminálon, mert lehetnek előre definiált gombok, különböző füleket is adhatunk, tehát a gombokat is szétrakhatjuk fülekre, vészhívásoknak külön fül naplóból, és választhatunk, szerintem igen, tárcsázhatunk is, ha nagyon ügyesek vagyunk. És az a lényege, hogy azért a csoporthívások is szét vannak dobva, a csoportazonosítók nem egy fületen szerepelnek, például a vonatcsoportot itt kiválasztom, itt van egyénenként, lehet CT2, tehát CT3-as számot beírni, de itt mondjuk több vonat, tehát vonatcsoporthívásom van, lehet körözvényt is. Beállítom a körzetet, ha ügyes vagyok, és a csoportot kiválasztom, ott lesz egy 200-as csoport, és ez a vonatcsoportot jelenti. De a sapkás emberkét választom ki, akkor más csoportok fognak megjelenni, és csak a műszaki csoportazonosítókat sorolja fel a rendszer. Tehát a menübe egy picit szétválasztódik, egy kicsit könnyítse, hogy vonatcsoportazonosítókat igazából csak abban a menübe jeleníti meg a terminál, ami kapcsolódik a menühöz, a cél felhasználói csoporthoz. És itt van még, amikor ilyen magas prioritású vészhívást akarok így menüből indítani, és nem ilyen előre definiáltan, és akkor van időm, mert ez szerintem az a legegyszerűbb egy vészhívás, és akkor egy ilyen gombot megnyom az ember, és akkor elindul, de ha így akarok bonyolultabban, akkor ugye vészhívás gombot megnyomva bekeretezi ezt a részt, és a műszaki csoportoknál itt legördítem a menüt, ilyen csoportazonosítók jelennek meg a magas prioritású vagy vészhívásnak megfelelő, tehát mondjuk a tolatócsoportoknak itt a vészhívás 599-es. Tehát még azt mondom, tehát így is szelektíven. Nem könnyű, mert mi is kerestük, hogy hol vannak azok a csoportok, amiket hozzárendeltünk a ROL-hoz, aztán hát így szét vannak mellé beszórva. Ha beérkezik egy csoporthívás, látszik, hogy ki indította, milyen prioritással, és akkor hogy ki mely csoportot címzi meg. Egyébként ez mondjuk szép beszédes néven is el lehet látni. Tudok kilépni, bontani, ha van jogom hozzá, az a killing jog megvan. De van, amikor a forgalom kérte, hogy a tolatási csoportokat itt be volt rendezve, ne lehessen elbontani a diszpécser pultról. Tehát van, amikor hiába nyomja a bontást a illető, akkor sem tudja elbontani. Illetve volt már olyan történet, hogy BBRC-n néztem, hogy több napos csoporthívás fönt van, már nem tudom milyen volt, azt hiszem tolatási vagy helyi állomási, és régebben volt, hogy a virtuális diszpécser ragasztotta be, úgymond csoporthívást kiléptek a fizikai diszpécserek, csak a mobilok maradtak, és akkor indulna a non-activity timer, és PTT komimás nélkül bontódna a csoport, és elég furcsa, amikor egy csoport napokig fennáll, és hát láttam, hogy erre érkezett egy patch, meg is javították, úgyhogy a virtuális diszpécser mobilokkal együtt már simán elbontódik, ha nincs aktivitás, és láttam ilyen napokig fennálló csoportokat, ez gyanús volt, és távközlés kollégát helyét megkérdeztem, nézze már meg a diszpécser pultokon, látszik a csoport hívás aktívan, mert ha nem, akkor indítom a jegyet újra, és hát 3-ból 2-be volt kapcsolva a képernyő, a pult azon nem látszott, és akkor hát mondom, ne várjam, mondja, hozzálépek a harmadikhoz, látja, hogy a képernyő ki van kapcsolva, jó. Nem, ott gondoltam, akkor ez már gyanús, úgyhogy bekapcsolta, és ott volt aktívan a felvett, vagy tehát aktívan benne volt a ROL a szerepkör a csoporthívásban, legfeljebb a hangszórónak hangját levették. Ő a fizikai diszpécser fenntartotta napokig, amíg világ a világ a csoporthívást. És igazából látszott a beszélgetésen, hogy nem fog utána szólva senki. Tehát ott volt, nem foglalkozott vele a diszpécser, így kilépett, vagy én léptem ki a MSZ-ből, de megszüntettük azt a helyzetet. Hát az üzemeltetőnek azért erre is kell figyelni. Hát ez a vészhívás, hogy ugye pont-pontban beszélgetnek, és akkor jön ő, és vészhívásra jogos a készülék, pont-pontot megszüntetők, bekerülnek a vészhívásra, ez prioritás, ugye 4-es prioritással beszélnek, és a vészhívás nullással automatikusan belépheti őket. Hát ez egy ilyen régi mes, amit ugye el szoktunk mondani, szerintem ezt ugorhatjuk. És hát nem lesz rövid. Nem baj, Berci, már nem sok van hátra, hogyha kicsit pár dián maradt szerintem. Megpróbálom rövidre fogni, mert már ki... Hát, na jó. Konferencia hívásnál igazából ez is diszpécser oldalon. Hallottak egyébként? Halló, halló! Hallottok egyébként? Én hallak. De eddig a pontig, ugye? Tehát nem volt kimaradás. Jó, mert... Halló. Jó, köszönöm. Akkor nem volt olyan, hogy egyszer csak elnémulok, mert Bluetooth-on néha kikapcsolja a hangszórómat és a készüléket a... Jó, ha nincs felém hang. Jó, és már nem sok díja maradt, ez a lényeg. A konferencia hívást azért emeltem ki, mert van pár érdekesség benne, meg szerintem sok helyen lehetne használni, diszpécser pultra gondolok. Mobilon is lehet konferencián, diszpécser pulton szemléletesebb, mert itt látható, hogy ha a konferenciát nyitunk, és lehet ilyen gomb alá is programozni. És sok-sok tagot, hogy ugye a konferencia hívás gombot nyomva, a konferencia tagot látom, hogy csengetés alatt vannak, pont az, ami rögtön nem elérhető, vagy kilépett állapotú tag, vagy aki belép. Tehát látom, hogy kivel beszélek, ki az, amit még nem értem el, és ki az, akit nem fogok elérni. Ez a 30-as vonalon volt még a próbaüzem közepébe, amikor ugye a állomásokat kellett biztosítani, és egy konferenciába kellett az állomást és a két szomszédos átjárót egy-egy mobillal konferenciába rendezni. Ez ilyen egyszerű megoldás volt. Beraktuk a mobilok számát is a Frequentis alá, tehát még hívás listában is látszottak a szöveggel. Tehát ott volt a számazállomás megnevezése is. És szerették, mert elindították, látták, hogy kivette föl, még nem is kellett beleszólni, és akkor tudtak kommunikálni. Egy rizikós pont volt, amit ugye észrevesz az ember próbaüzem alatt, és utána ki lett javítva. De beírtuk a kezelésébe, hogy ne kapcsolják ki a készüléket, mert azt tapasztaltuk, hogy ha talán a listámon az utolsó vagy utolsó előtti tag ki volt kapcsolva, akkor a konferencia nem épült föl. Ezt ugye javított a patch-el a Frequentis, azóta tökéletesen működött, és azon a, nem tudom, fél év volt, vagy egy év, talán egy év nem volt, de akkor is nem volt rendkívül esemény. Tehát próbaüzem alatt ilyen feltételek mellett is el tudták látni a sorompó őrök, a sorompó fedezését, tudtak kommunikálni a helyi diszpécserrel. Igen, tehát az a lényeg, hogy itt konferenciahívásnál diszpécser úton PTT-t kell nyomni. Arról nem szabad elfeledkezni. Előbb-utóbb rájönnek, mert nem hallják őket. És én betettem egyet a pont-ponti kommunikációról, ennyit próbálgattam. És a konferencia is pont-pontnak érzékelhető a mobiltelefonokon. Itt arra kell figyelni, hogy ugye pont-pontban úgy működik a készülék, mint a normál szokott mobilunk, hogy folyamatosan beszélhetek és hallhatok is más részlőt. És itt látszik egy 553-50-re, itt majd javítanom kell. Írtam azt a jó prezentációt, hogy kézibeszélős módban a mobil is folyamatosan ad és vesz is. Kiangosított módnál viselkednek gyártó szempontjából, úgy látom a mobil készülékek, 160R-rel még adós vagyok, de itt a Szagem-nél ott szimplex módban működik. Tehát, hogy kiangosítom a 53-50R-es mobilomat, akkor az én mikrofonom elnémul, és PTT-t kell nyomnom, hogy halljanak. A DexFox-nál a RealFox X, ami az új termék, nekünk új, ott megmarad a folyamatos duplex adásvétel. És mondjuk DexFox-nál van egy belső utasításunk, hogy konferenciahívást az A25-ösnél próbáltuk behangolni, de nem annyira sikerült, hogy konferenciahívásnál kézibeszélős üzemmódot használjak a készüléken, mert ugye folyamatosan be volt kapcsolva a hangszóró, mikrofon, ennél a készüléknél gerjedt a konferencia. Tehát annyira visszhangzott, helyi visszhanggal a készüléken belül. Hát az a hattyúnyak is, hogy hol van, ott van a mikrofon előtt, vagy máshol. De született egy ilyen ajánlás mávon belül, hogy akkor mindegy, hogy akkor kézibeszédős üzemmódban célszerű ezt használni. Egyébként a csoportírásban tennénk őket, akkor mivel ott állna némítva a mikrofonom, a PTT gomnyomásig, teljesen tiszta a készülék, tehát ott nem van, csak ennél a konferenciánál. Jó, és akkor hívásfogadási csoport, ez egy, hát nem nagyon promózott termék, de lehetne igazából itt. Tehát ha azt akarnám, hogy több terminálon feleljen egy területért, vagy azt csinálom, hogy azokat a rólokat több helyen felvetetem, felvetté váljanak, de tehát egy ilyen roll párhuzamosságot rendezek be, hogy két vagy több terminálnál megjelenjen ugyanaz a roll, és akkor valahogy valamilyen szabályrendszeren keresztül elmondod, hogy ki kezelje azt a területet rólt. De ez a hívásfogadási csoport meg azt a tulajdonság szolgáltatást testesíti meg, hogy én különböző rólokat használtuk szolgálati helyenként. Itt van egy utcafér tesztról, lesz egy Horog utca, és ezeket ilyen hívásfogadási csoportban rendezhetem, és a csoport egy tagjának bejövő hívása lesz, az itt megjelenik, például a utcafért hívta valaki, egy publikus mobil, és a másik csoporttagom látja, hogy itt ugye inaktív volt a fogadási csoportlista, hogy aktívá válik és azt hiszem ez a kis piktogram is jelzi, hogy a csoportnak bejövő hívás van, igaz, hogy nem neki szól, nem is jelenik meg, de a csoport is kezelheti a bejövő hívást közösen, és ha rányom itt a másik szerepköröm erre a listára, látja, hogy itt van egy bejövő hívás. Hát személy szerint nem őt hívta, de a csoportot is hívta az illető, aki nem tud róla, vagy tud róla, és ugye innen kiválasztva én is tudom fogadni, ha az eredeti felhasználó el van foglalva. Tehát így is lehet hívásfogadás szempontjából csoportokat képezni, és lassan itt vagyunk a végén, SMS küldés. Létezik, működik, hálózaton belül lehet használni, annak kivételek, ide írogattam, nem minden úgy működik, ahogy kellene, de látszik, vannak kötöttségek. Érdekes, hogy GSM-R világok között, hálózatok között a GSM-R világban van egy EIRén számozási rendszer, a 900 országkód, és akkor a funkcionális szám, SMS küldés szempontjából a SMS-széket nem erre rendezik be, tapasztalataim szerintem MSISDN számtartományokat kezelnek. És igazából nálunk is általában azt küldjük kifelé, úgyhogy vannak speciális esetek, amit figyelembe kell venni, itt írogattam, illetve a terminál kezelésnél ugye hanghívásnál, a tárcsázónál két gombunk van. SMS küldésnél is ki lehet válaszolni a tárcsázós lehetőséget, és majdnem olyan a gomb, de látszik, hogy a felirat más, és látszik, hogy más végcélok felé lehet küldeni. Ezt a tanulmányozásra itt hagyom, úgyhogy nem mindegyiket célszerű választ. A GSM-R az szerintem ugyanaz. Itt a külső hálózat az, ami az mindent jelent, ami nem GSM-R. Jelent PIPX rendszert, ami ugye itt volt egyedülként, de itt már a publikus vezetékes, publikus nem vezetékesen, ezt javítom utasán, mobil hálózatban, nem tudom, lehet, hogy oda is kell. Hát nincs divatja, hogy vezetékes publikus száma SMS küldjünk. Lehet, hogy néhány szolgáltató még kezeli ezt, bár már nem hiszem, de inkább mobil hálózatra. Tehát azért nem mindegy, hogy most én SMS-t akarok hívni, vagy küldeni, vagy hangot szeretnék. Figyelni kell, és a célomat is tudnom kell, és úgy kell a gombot kiválasztani. Voltak problémák. Tehát ugye a hanghívásnál a GSM-R mögé van rakva a publikus világ is. Hát ugye vasútüzemi, hát ezek rövidítések nem tőlem erednek, de itt látszik, hogy igazából itt minden kivéve az üzemit. És akkor itt csak a GSM-R, és minden más. Tehát kicsit variálódik, nem túl szerencsés az ellenőrzés, de tehát mondjuk ha publikus PLM-en Telenor felé akarok, Telekom felé akarok SMS küldeni, akkor külső hálózat gomb alul. Ha hanghívni akarok, akkor GSM-R gomb itt. És voltak beragadt SMS-ek is, nézegettem, és régebben elindult ez a tárgyalás, de megrekedt, úgyhogy az SMS küldés PLM felé, Telekom felé működik, neki kéne tovább dobni a Voda meg a Telenor felé a SMS, de azt hiszem, ezek a szerződések még nem születtek meg, tehát maximum Telekom felé tudunk SMS küldeni. Jó, hát szerintem ez meg egy plusz tét, amit eltitkoltam. GPS alrendszerünk is van, hát nem igazán alrendszer, akkor az alrendszer is, ez a világban. Annyi 2 percben összefoglalva, hogy igazából a rádiós keretrendszerünkben egy fix időre is van általában lefoglalva a GPS szempontjából, és van 3 ilyen dinamikusan lefoglalható, de ezeket inkább a hangcél elviszi. Maga a kódolási séma is CS2-ig megy, tehát az a rész, amit a mobiltelefon tömörít, kitömörít. Látható, ez már egy átviteli sebességkorlátot jelent. És CS2-ig vagyunk berendezve, ami azt jelenti, hogy az ÁBISZ, tehát a BTS mögötti PCM időrésben 4 ilyen rádiós alcsatornát tudok becsomagolni, és be is férnek. A CS2 feletti kódolási sémáknál már több adatot szeretnénk elvinni, így a következő ÁBISZ interfészbe is kellene adatot raknom ebből a kis rádiós időrésből, nem férne bele, és egy jóker időrés kellene foglalni az ÁBISZ-en, ezek nálunk nincsenek. Tehát itt van egy korlát, hogy egy 61 kbps-os keretemben maximum 4 ilyen időrésnyi anyagot tudok bele spékelni. És azt hiszem, talán nem is írtam sebességet, de talán ma 20 kilobit, ami összejön. Úgy van, jó, hát. Illetve a készülék szempontja, azt hiszem, B osztályú 10-eseink vannak, tehát az többet bírna. Maga a hálózat, ami korlátoz sebesség szempontjából, ugye itt vannak az osztályok, itt vannak, hogy mit jelentenek, ABC is, ugye, ami GSM-et tud GPS-szel egyidejűleg, akkor az ugye ez drágább, de inkább vagy-vagy világ van a B-osztály a terminálokon, az olcsó megvalósítani is igazából. És ugye nálunk a SGSM, GGSM a egy doboz a FPC-be virtualizálódik PSC-n keresztül, PCO, a kicsatoló egység, meg ő koordinálja ezeket az átmeneti bit flókat, adat kommunikációs csatornákat, és ugye a GGSM az a, mint otthon lennénk, ő lenne a router, SGSM pedig a előfizetők mobilitásával is foglalkozik. Hát nagyjából ennyi lenne. Azért nem akarom a GPS-t tovább boncolgatni, mert nagyon kevesen használják, tehát nagyon nincs. De használható lenne. De főképp ilyen óra leolvasása többi. Úgyhogy én itt befejezném. És hát köszönöm a figyelmet, mert nagyon sokáig tartottam.